Nos, hello! Itt Sandy, és igen, jól látjátok, ebből a karakterrel vagyok. És hogy miért? Hát ugyebár itt volt a karácsony, és ugyebár kaptam új LPS-eket. Igaz, ez nem igazi, de annyira cuki meg minden, és annyira megtetszett, úgyhogy karakterváltás történt. Igen, és ezt a házat is kaptam, és ebből gondolom egyből tudjátok, hogy Zoe-t is megkaptam. Hát igen. Szóval amúgy a cica neve készítom Zom. Hát szerintem bemutatnám az új LPS-eimet. Ő ugyebár itt Zoe, de itt van egy ilyen kis tol a fején, azt én raktam rá ilyen legó, csak annyira cukin néz ki vele. Nincs. Ő már így ismerős lehet, mert van egy ilyen nyuszim, csak az lila. Ő amúgy itt citrom. Aztán ő itt Chippy. Azt hiszem kanári, vagy mi a manó? Nem nagyon vagyok benne biztos. Mindegy. Ő itt Orange. Látjátok a medve. És hát narancssárga, és ezért lett a neve Orange. Gyönyörű, szép. Ő itt Fluttershy, ő is egy maci. Azért szerintem elég cukika. De hova tette? Ő itt Rákcsa, egy mókuska. Cukika, pici és nehéz. Ahogy tényleg. Ő itt BL. Ő itt BL. Az igazi neve Blue. Csak mindenki BL-nek hívja. Amúgy bocsi, hogy itt ilyen szöveteket tartok, csak a tesóm itt beledumál, mert nem tudja, hova rakta az apukánk a legunkat, amit így közösen kaptuk. Ő itt Kájjal. Ja, Star Wars 7-ből tudom. Elég kopi vagyok, csak annyira illik rá ez a név, legalábbis szerintem az. Ment, hogy illik rá. Itt. Nem tudom, azt hiszem egy sündisznó. Fogalmam sincs. Ő itt Skyler, egy szép kis kígyó, és ha majd elég LPS-em lesz a populárhoz, ő is benne lesz, mert lesz benne egy kígyó, akit Skylernek hívnak, és ezért neveztem a Skylernek. És az utolsó LPS, ő itt Mázli. Cuki, kölyök, kutyus, akármi. Szóval, ja, cuki lila szemei vannak. Ja. Aztán majd még mindjárt megmutatom, hogy miket kaptam, mert hát... A végén. Mert is ne? A végén majd kergethetik én most a kamerába. Szóval igen. Kaptam még egy ilyen kis... Hoppa. Cuki kis dovacskát. Így néz ki. Azt hiszem, Lipicai Paci. Ezzel szoktunk szórakozni. Lipicai Laci Paci. Elég jó kis nyelvtörő, azt hiszem. Szóval ezek voltak az állatok. Nos, kaptam egy könyvet, aminek iszonyúan örülök. Alig várom már, hogy végre tovább olvashassam, mert a tesóm pont akkor jött ki a fürdőből, mikor ezt igazán érdekes résznél tartottam. Komolyan. Szegény Sophie. És hogy mire gondolok? Szerintem a Sophie névből néhányan már tudják is. És hogy abból, hogy szegénynek neveztem. Jó kis rossz a kiskolája. Igen. Nos, apukám nagy nehezen megszerezte, aminek nagyon-nagyon-nagyon örülök. Én meg itt közben szétverem a
berendezést, és még valamit kaptam eddig, aminek tényleg nagyon-nagyon-nagyon örülök. És zenével kapcsolatos. Fejhallgató. Tök jó az egész. Tegnap hallgattam is fel a zenét, úgyhogy elég jó minőséggel értek, hogy értem. Ruhákat most érdekesebben nem kaptam ezeknél, meg egy arcpakolást Zoe-nak. Szóval tárgy, package, vagy menu, tárgy, akármi. Szóval van egy ilyen kis székem, amit most kaptam, ugye ez a fürdőkád. Ugye ez a csap, itt egy kefe, egy perc, mert bepakoltam egy ilyen kis szappantartó, egy hajszárító, egy olló, és ugye ezek a kis vizék. Meg még ott van egy tükör, csak azt nagyon nehezen lehet leszedni. Aztán miket kaptam még? Persze egy csomó kvesz cukrot. Igen. Csak azokban már egy párat felzabáltam, mert nagyon finom. És tegnap kaptok. Még kaptunk egy nagy láda legót. 7 kilós láda legót. Közösen a tesómmal. Igen. Megkaptam 2 ilyen divattervezős cuccos. Az egyik az ez lesz. Amúgy én is itt vagyok. Így ez. És a másik az egy picit nagyobb dobozos. De az jobban is működik, mert amit az előbb mutattam, az teljesen elő van mosódva, hogyha megcsinálom. Így, látjátok? Ez ilyen ekkora dobozos, jó nagy, de ez jobban is működik, és egy tök szép próbát csináltam vele. Nos, így. Amúgy itt van Zoe arcpakolása. És amit még meg akarok mutatni, az 2 dolog. Csak egy perc. Kaptam egy ilyen kis izé-vizét, kis nyaklánc karkotó, akármi készített. Meg Star Wars 7-es BB-8-es kirakót, amit tegnap nem raktam ki, mert hatalmas. Mert nagyon picike darabokból áll, és sokáig tartanak kirakni, azt meg nagyon nem akarom, mert nagyon nem volt hozzá türelmem, de majd kirakom, mert ő az én kis kedvenc droidom. Gyere ide, Alf! Gyere ide! Gyere már ide! Lennétek olyan kedvesek, és kimennének a videóval? Köszönöm. Bocsánat, csak Alf már megint elromlott, és nem akarod szerelőhöz menni. Gyere már ide! Szerencsétlen pici droidok. Én nem vagyok droid. Na. Most megyünk a szerelőre. Ennyi volt. Remélem tetszett. Ha tetszett, lájkoljátok. Iratkozzatok fel. És thanks for watching.